Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A Dodgem 52 mai vendége, a magyar ökölvívósport egyik legsikeresebb versenyzője, Balzsai Károly, aki lehetett volna akár kajak olimpiai bajnok is, hiszen ez volt az első sportág, amit kipróbáltál, amit megszerettél, de az is igaz, hogy Kecskeméten születtél, ami akkor épp az ökölvívás fellegvárának volt tekinthető. Emlékszel még a kecskeméti évekre? Igen, üdvözlök mindenkit, szia, Koko. Elég bonyolultan kezdted, nem is tudom, hogy hol kezdjük, maradjunk Kecskemétnél. Indulunk igen. Kecskemétről. Hát ott születtem, a általános iskola első évét még Kecskeméten indítottam el, és ugye édesapám akkor a KRC-nek volt a vezető edzője, és akkor így van, ahogy mondtad, elég nagy box élet folytott. Akkor a Csikó Sábeltől kezdve és a többiek. Gönci Robi, így van, hát azért EB-érmesek, magyar bajnokok, nagyon tömkelege, rengeteg korosztályban azért nagyon sikeresek voltak akkor ott. Le is jártál az edzésekre, a versenyekre, a meccsekre, vagy csak aputól hallottad, hogy zajlik a box élet? Nem, én majdnem mindig ott voltam az edzőteremben, borzasztóan untam, vagy ott játszottam a saját dolgomat, hogy a súlyemelő közt kimentem, vagy átmentem a birkózókhoz, vagy kint az atlétapályán ott futkároztam össze-vissza, de az ökölvívást, mint magát a boxot, én akkor még nem csináltam. Nem bántva Paksot, azért az élet Kecskeméten és Pakson összehasonlítva, hát lényegesen mozgalmasabb mondjuk Kecskeméten. Hogy kerültetek ti Paksra? Miért kellett lemennetek Paksra? Hát édesapámat ugye oda hívták vezetőedzőnek. Kecskeméten különböző személyi okok miatt azért ott volt egy-két összetűzés apunak, és akkor döntött úgy, hogy váltsunk Paksra. Egész család összepakolt. Így van, azért a kecskeméti Széchenyi városnak a fergeteges, rengeteg gyereknek a hangulatát ugye Paksra váltani, ahol hát akkor viszonylag nyugodt környezetbe. Hát ott volt az erőmű. Nyugodt környezetbe csöppentem, mint gyermek, de élni, meg az iskolába járni, meg sportolni ott nagyon jó volt, mégis az ökölvívást kezdtem, ahogy mondtad, hanem én. Várj, ott mi volt akkor sportban? Gondolom volt az Asénak, volt foci, volt kosárlabda. Volt kosárlabdája, volt röplabda volt akkor, kajakenú akkor is volt, illetve akkor indult, mert akkor kezdték el azt is fejleszteni. És cselgáncs az természetesen azóta is, meg akkor is a dübörgött. És miért pont a kajakenú? Miért nem a bunyó, vagy miért nem a cselgáncs? A nővérem, ő már nagyon akart kajakozni, de akkor még Kecskeméten laktunk, és ugye ott a pusztaságban kevés esélye van arra, hogy ott kajakozzunk. És ahogy Paksra költöztünk, ő rögtön mondta, hogy ő megy kajakozni, és fél év után levitt engem is, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó dolog, és én ott maradtam, és 5 évig kajakoztam. Akkor tényleg jó dolog kajakozni. Nagyon jó dolog kajakozni. De két egészen más embert tudok csak elképzelni a két sportágban, az ökölvívó erények, vagy a képességek, amik kellenek, vagy készségek, amik kellenek mondjuk az ökölvívó sportághoz, az egészen más embert akarnak, mint ami mondjuk a kajakkenóhoz kell, vagy rosszul látom? Nem, nyilván oda a kajakhoz elsősorban fizikum kell, hatalmas kitartás, akaraterő, tehát iszonyatos munka folyik, amit én nagyon jól tudtam később hasznosítani ezzel az ökölvívásban, mert a munka, illetve a teherbírásomat én azt hoztam, itt a munkakedvemet a kajakból. Csak a fizikumom nem volt meg hozzá abban az időben, mert én az általános iskola végéig a tornasor utolsó, vagy utolsó előtti helyén álltam, tehát én nagyon kicsi és törékeny gyerek voltam. Ismerős az sportoltam. Érzés, megértelek. Nyilván sportoltam, meg nagyon akaratos, meg a kemény fejű voltam, és mindig első akartam lenni mindenbe. Az elején a kajakozásban még ez ment is, tehát a vidékbajnokságon ezüstérmes voltam, a magyar bajnokságon négyesben, akkor egy stroke voltam, tehát én voltam a legkisebb, akkor negyedikek lettünk, és viszonylag jó eredmények voltak akkor az Asétól, de a többiek elkezdtek fejlődni, erősödni, értek, én meg még maradtam mindig az a kis, alacsony kis csenyész gyerek, és megelőztek, és az én lelkem ezt nem viselte. Várjál, ha jól emlékszem, akkor ilyen 84, 85, 86-ot írhatunk, ugye? Tehát még 85, 86. 80, tehát mi nem igen. Láttál olimpiát, a 88-as volt az első. Így van. 88-ban viszont mondjuk nem annyira az ökölvívókról szólt az olimpia, nem tudom, hogy melyik sportág vonzott még egyébként, vagy akkor már eldőlt, hogy mindenféleképpen az olimpia, vagy az ökölvívás lesz a fő sportág? Nem, 88-ban még kajakoztam ezerrel. Én még 90-ben voltam ugye a vidékbajnokságon ezüstérmes, tehát én akkor olimpia bajnok akartam még kajakba. Tehát az ökölvívás, nyilván néztem, így van, néztem, igen, arany négyes, persze Ábrámék, persze természetesen ezek mind megvannak, úgymond így képileg, meg hát azóta is persze tudom, de az ökölvívás az kevésbé, hát nyilván apu miatt azért kellett nézni, de kevésbé kötött le. És akkor hogy kerültél le mégis az edzőterembe, mikor volt és miért volt a váltás? 94-ben kezdtem el hivatalosan az ökölvívást, tehát persze előtte is én lejártam a boxterembe, apujukhoz lejártam, néha fociztam a többiekkel, meg hát edzőtáborokban engem nagyon sokat vitt, hát nálatok is voltam, hogy a Szabadsághegyen apu, amikor ott volt a válogatott mellett edző,
és ha nem is mint ökölvívó, de kajakosként azért ott csináltam egy-két dolgot, amit nagyon élveztem, de ugye ami volt, hogy ez a sikertelenség úgymond a kajaknál, hogy én kicsi voltam és megelőztek, érzékeny lelke meg az én győzelmi tudatom ezt nem viselte, és mindenképp váltani akartam. Én röplabdáztam, kajakoztam, gokartoztam gyorsan, akkor még ott Pakson egy pár hetet, de hát rájöttem, hogy azért ez az olimpiai sportág, illetve olimpiára én ezekben nem fogok kijutni. És a Cselgáns hogy jött kimaradt? Hát Cselgáns fővárosa volt akkor Paks Kovács Anti kapcsán. Nem tudom, akkor az valahogy az nem. Hát természetesen, persze, hát a Hanyási Laci bácsi meg a hasonló, természetesen. Nem is volt messze tőlünk, hát én a szobámból én ráláttam a Cselgáns edzőteremre, tehát annyira közel volt hozzánk a Cselgáns terem, mégsem az, hanem fölmentem apaikhoz, sőt apu otthon sem volt akkor, amikor én fölmentem és szóltam akkor a másod edzőnek, Ádi bácsinak, hogy én boxolni akarok. És két hét múlva leigazolt. De nem az Ádi bácsinál kezdted. Nem, édesapa akkor hazajött, és akkor mondta, hogy te mit keresel itt. Nem értem edzésre, itt a szerelésem, itt a könyve, mondta, hogy nagyon jó, és akkor elkezdtünk úgymond együtt edzeni. Ez az úgymond együtt edzésnek azért viszonylag hamar meg lett az eredménye, de mennyire nehéz gyerekként mondjuk az édesapával edzeni, mert gondolom, hogyha egy gyermeknek mondjuk az édesapja a tanára, az is egy egészen más történet, mint amikor vadidegen közegben egy vadidegen emberrel kell együttműködni, együtt dolgozni. Talán egy picit a bizalom is egy másfajta fokát éri el, de azt is el tudom képzelni, nálatok gyakorlatilag az edzés épp ezért nem heti 5 napra, hanem heti 7 napra korlátozódott, mert hogy innentől kezdve éjjel-nappal edződ és édesapád volt egyben. Így van, sőt, inkább edzőm volt egyébként, mint édesapám, illetve ő mindig próbált egy picit úgy viselkedni, mintha csak az edzőm lenne. Nyilván apu is volt, tehát én imádtam vele együtt lenni, de azért nem bírt kibújni a bőréből soha ezzel. Sokat viccelődök még most is, mert mi most is ugyanígy. Tehát a fagyisztál akkor is rátszólt, hogy a két gombócnál többet, mert a súly az, amit nem, hál' Istennek az ennyire súlyos nem volt, hogy most mit kell nekem enni, meg mit nem, de az edzés szempontjából mindig talán egy picit többet várt el tőle, mint a többiektől, de mégsem esett túlzásokba. Ez inkább neki volt nehéz szerintem, hogy én ott boxolok mellett, és ő az én tanárom. És hogy fogadott a közeg, az ökölvívó közeg? Ismertek jól, de hát innentől kezdve meg már versenyző vagy ott közöttük. Hát nyilván én voltam a kiskarcsi, hát máig én vagyok ott a kiskarcsi, bármerre megyek azért az ökölvívó, a régi bírók, meg a sportvezetők, mindig én vagyok ott a karcsikkal, meg a kisbanzsai. És nem tudom, annyira nem volt szokatlan az egész. Nyilván az elején egy-két versenyig azért furcsa volt nekik, hogy én ott ringbe lépek és boxolok, de mivel látták, hogy visszafogott vagyok, alázatos vagyok, edzek, mint az őrült, meg próbálok mindig győzni, és szabályos vagyok, így hamar elfogadtak, és nem volt velem probléma soha. Hát azt mondod, hogy 94-ben kezdted, ugye? Az amatőr 93-ban. 93-ban. Akkor is egy roppant gyors karriert kell, hogy lássunk, hiszen 4-5 évvel később már junior EB ezüst, junior VB 5. hely, ha jól tudom, tehát nagyon gyorsan utolérted a többieket. Az, hogy ez lesz a fősportágad, az már pár hónap alatt kiderült? Tehát az a fajta tehetség, ami benned rejlett, az nagyon hamar megmutatkozott? Nem, nyilván a kajakból hoztam én valami alapot, én fizikai részét nálam nem kellett. Töttél azt, olyat, nyilván azt nem kellett, igen, nagyon fejleszteni. A technikai rész meg azért volt könnyebb, mert gyerekkorom óta ezt láttam, meg lehet, hogy maradt bennem valami genetikából hát is. De és gyorsan, kultúrája azért nagyon más. Igen, nagyon más volt. Gyorsan tanultam, és gyorsan fejlődtem, és így hamar utolértem a többieket. Nyilván voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, de viszonylag hamar kiderült, hogy hamar utolértem a többieket, és az a kis akarnakosságom van azért, még föléjük is tudok nőni. Nyilván ehhez kellett az is, hogy hétvégén azért macerálni a apu, hogy edzünk, és akkor egész nyarat végedzettük, többet edzettem, mint a többiek, és ennek persze meg lett az eredménye. Az első nagy áttörés, hogy még arra is válaszoljuk, hogy mikor dőlt el, hogy mikor lesz fősportágam, az 96-ban az első nemzetközi junior versenyemen, Bitgoszba dőlt el, amikor azt mondta, hogy fantasztikus, igen, amikor azt mondta, hogy ha itt döntőbe kerülök, akkor leülünk és érdemes elgondolkodni azon, hogy ezt komolyan csináljuk. Amellett, hogy te ezt komolyan csináltad, amellett azért egy csomó olyan extra dolog is bejött, ami azt kell, hogy mondjam, hogy meghatározta az életedet. Többek között ugye felköltöztetek Budapestre. Egy egészen más élet, egy egészen más közeg, talán egészen más célok is. Az, hogy te a felnőtt válogatottal akár olimpiára, világbajnokságra, Európa-bajnokságra is tudsz megkészülni, az már ott egyértelmű, vált, hogy félig meddig, de profi sportoló leszel?
Akkor már körrólanzódott, így a 95. decemberében költöztünk Pestre, amit én borzasztóan élveztem, én nagyon örültem, hogy villamosan járhatok végre iskolába. Ennek is szakmai okai voltak, édesapád ugye? Édesapám, igen, ugye. Ahol éppen edzősködött, oda kellett menni. Igen, akkor a szövetségben, mint főtitkár, illetve mint... Hát, mint Charlie bácsi. Charlie bácsi, igen, oda került, és akkor hát család mit tud csinálni, megy vele. És akkor itt Pesten vettünk egy lakást, eladtuk ugye a paksi részeket, és akkor fölköltöztünk Pestre. Akkor neked Typhoon lett, vagy? Akkor a Typhoon Private Box Clubba kezdtem, és akkor Akashiba edzettünk, így van. 96-os olimpia az még nagyon fiatal, tehát az még nem is állt benne a történetben, de 2000 már igen. Hogy sikerült a kvalifikációt megvívni, mert ott még viszonylag egy jó csapattal, egy erős csapattal voltunk kint, ugye Szidnében? Hárman voltunk kint, hárman jutottunk ki. De nagyon erős. Hát a Lakatos, Pali, Erdély, igen. Zsolt, illetve én voltam a Te harmadik. Te voltál a legfiatalabb. Akkor jött be, igen, 21 éves voltam. Akkor jött be igazán ez a kvalifikációs rendszer, mert olyan rengetegen lettünk volna ökölvívók már az olimpiákon, hogy nem bírta el a program, meg csökkentették a létszámot, meg stb. És 4 verseny volt, ahol döntőbe kellett kerülni Európán belül, annyi hely volt, hogy az olimpiára kvalifikáld magad, és nekem az utolsó előtti versenyen sikerült. Az elsőre nem mentünk akkor ki, mert ez valahol... Akkor még talán a Madárnak sem volt meg a nem, akkor, akkor igen, nekik az utolsón sikerült. Azt hiszem az első kettőre el sem mentünk. Az elsőre nem mentünk el, mert valami, nem tudom, melyik balkáni országban, tehát valami iszonyú körülmények, vagy Oroszországban lett volna, és mondták, hogy ott tök felesleges elmennünk. És a második az azt hiszem nem sikerült, így van, akkor az nem sikerült, csak a harmadikra a Hallai tornán, a Kémia kupán tudtam 5 győztes meccsel, tehát azt a tornát megnyertem, és akkor, mint első magyar a Sydney olimpiára kikerültem, hát az... Hazamentem, azt emlékszem, hogy ledobtam a cuccomat, és cipőbe ugráltam az ágyon egyedül, mert akkor ilyen egy ágyos szobában voltunk, és ott örömtem fél éjszakát tök egyedül. Na mesélj nekem a Sydney olimpiáról, mert 92 óta az egyetlen olimpia, ahol nem volt szerencsém kint lenni. Azt mondják, az egyik legszebb és legjobb olimpia volt. Kiszolgálásban, a helyszínekben tényleg gyönyörű volt, meg tényleg hát Ausztrália az egy különleges hely. Azért voltál színű, úgyhogy annyira nem kell bemutatni 9 évvel előtte. De a falu, illetve nekünk a meccs helyszín az borzasztó messze volt. Szóval rengeteget kellett utazni, ez volt az egyetlen, ami az ökölvívók, a vívók, meg azt hiszem, nem is tudom, a birkozók voltunk így ilyen hosszú csarnokba. Egybe, tehát ilyen másfél-két órás buszotak voltak oda, és másfél-két órás vissza a faluba, tehát ez nagyon megterhetett. Nyilván nem csak engem, tehát többieket is. Én ott fiatal voltam, engem elvitt egy kicsit az olimpiai hangulat. Nagyon-nagyon jó sorsállásom volt, tehát normális esetben ott 2 győztes meccsel én érmes tudtam volna lenni, olyan ellenfeleim voltak, vagy lettek volna. De ott minden összejött, aminek rossznak össze lehet jönni, és így nem sikerült. Charlie bácsi nem volt kint vele? Apu nem. Hát ugye hárman voltunk kint, egy edző és sportvezető, tehát Töcsi bácsi volt kint, meg a Csötönysolyban volt, meg egy gyúró volt, ugye átvenünk, tehát ez a fél olimpia csapatnak. Hát akkor azon kevés sportesemények egyike volt, ahol nem volt ott Charlie bácsi veled a sarokban, vagy nem volt ott a közeledben. Egészen más dolog, amikor ott van melletted? És most nem csak arról beszélek, hogy a szorító segédként, vagy a vezetőedzőként milyen feladatokat lát el, hanem egyáltalán a közelsége, az, hogy napi rendszerességgel tudtok beszélni, mert azért tudom, hogy van Skype, meg van telefon, de az sem akkor helyettesíti. Még nem volt. Akkor még nem volt ráadásul, tehát azért nem helyettesíti a személyes jelenlétet. Nem, akkor hogyha nem volt ott, inkább ennek van a napközben, hogy nem volt ott, nem tudtunk átbeszélni, nem tudta elterelni a gondolataimat, nem tudott elvinni oda, hogy teljesen más hangulatban, meg dimenzióban legyek, ne az olimpián legyek. Hogy a sarokban már ott 2-3 jó mondatot, hogy rosszat, az nagyjából azért volt jó, mert Csibás szinte ugyanazt mondta, mint apu, ők azért értették meg szakmailag jól egymást a sarokba is, meg az edzőteremben is, mert 90%-ban ugyanazt mondták, hanem a többit meg megbeszéltek. Úgyhogy nekem ennyi ilyen szempontból jó volt, hogy Csibá volt a sarokba, és nem apu, viszont a többi nap 24 óra 50 percében, vagy 23 óra 50 percében jó lett volna, hogy ott lett volna apu, és akkor engem át tudott volna lendíteni azon, hogy mi most csak egy úgymond egy Matyó kupán vagyunk, vagy egy Bizalom kupán, vagy egy Magyar Bajnokságon, tök mindegy, hogy itt most mindenki itt van, és bármilyen csak egy olimpiai faluba. Kicsit nagyobb a füst, meg több a fény. Igen, egy kicsit többen vagyunk, és sportolok, és nekem azon az nagyon-nagyon sokat segített volna, hogy akkor ott van. Viszont az olimpia után nem csak az volt a nagy változás, hogy már volt egy ilyen olimpiai élményed, hanem az egyik legjobb barátod, az akkor legeredményesebb versenyzőnk, Erdei Zsolt, a bronzérme után ugye profinak állt. Te lettél hirtelen a vezérevezős. Te lettél a legidősebb, nem is a legidősebb, de mindenféleképpen a csapatkapitány.
mikorra sikerült úgy megszirántanod a helyed ebben a pozícióban, hogy a tekintélyed is megjelenjen a többiek előtt, és úgy is tekintsen rád a magyar válogatott, mint a csapatkapitányra? Szerintem úgy érzem, az 2 év kellett. Mert 2002-ben lettem ugye az Európa-bajnokságon ezüstérmes. Mindig próbáltam azért, mert a madár, amikor elvitt minket futni, és akkor széthajtott minket, és akkor tényleg ott mindenkit hajtott, és akkor mindig mondta, hogy fél év múlva már neked kell, fél év múlva neked kell, és akkor 4 hónap múlva neked kell vinni a többieket. Az elején lehet, hogy még mindenki azért ment a saját feje után, azért ott voltak ilyen hierarchiát, azért ott mindenkinek ki kell harcolni saját magának. Ez kellett 2 év azért, hogy én ezt ott megszilárdítsam, és utána a többiek már ugye elfogadtak, és szerintem nem volt azzal probléma. De nem is nagyon használtam én ki, hogy én vagyok ott a csapatkapitány, és nem fülényeskedtem senkit. Mindenkit próbáltam lelkesíteni, meg ott hajtani, és akkor ez úgy 2002-től, ugye 2 évig voltam még ugye amatőr, akkor az így jól tudott működni. 2004, athéni olimpia, oda megint egy nagyobb csapattal, nem biztos, hogy olyan erőssel, de nagyobb csapattal tudtunk kívülni, sőt azért még Szili Pistin keresztül még egy jó pár srác juthatott volna be, vagy kerülhetett volna. 2 tartalékunk volna, kettészenni még a Szili Pistin. És így voltunk heten talán? 5-en voltunk. És lehetünk volna heten, tehát egy nagyon jó kis csapat, jó volt a hangulat, és volt benne egy emlék, volt benned egy történet már az olimpiáról, tehát gyakorlatilag már nem kellett magad elgaloppírozni, tudtad jól, hogy hova mész. Így van, hát azért az teljesen más emlékek is fűznek azért Athénhoz. Teljesen nyugodt voltam, nem kellett annyit utazni, jó meleg volt, meg hát gyönyörű volt ott is a falu, jó egy-két ilyen földes, meg homokkupac, azért frissen épült dolog azért még volt ott persze, meg fogott a fal, de ezzel nem volt semmi probléma. Ott tényleg nyugodtabban, meg jól tudtam koncentrálni a dolgomra. Viszont a sorsásom nem volt esetleg annyira szerencsés, mint a téma. Na de ennek ellenére azért egy nagyon nagy mérkőzéseket tudtál magadénak. A sorsolás tudatában, és mostanra, így most jó pár évvel, lassan 10 évvel visszamenőleg, ha visszatekintesz, akkor azt sikerként fogod meg az ottani szereplést, vagy aztán egyáltalán az egész olimpiai szereplésedet, vagy hiányérzettel gondolsz rá? Az Athénot azt mindenképp sikerként, mert jól tudtam boxolni, ki tudtam adni magamból mindent, amit tudok. Az első meccsen személy Tunéziával boxoltam, azt számoltak is az ellenfélre, nagyon élveztem a boxot, hajolgattam, visszaütöttem, tök jó volt. A második meccsen meg egy kubaival boxoltam, amit őrült módon nem érdekelt, hogy ő kicsoda, mentem előre és töltem, vágtam, és egy tök jó meccset csináltunk. Nyilván a pontozás az nem azt mutatja, de az engem már kevésbé érdekelt, utolsó amatőr meccsen volt. Akkor is valahogy pozitív élményként élem meg, mert mindenki után azóta azt mondta, hogy az egy tök jó meccs volt, és jó szoros meccset tudtam csinálni. Borzasztó nehéz lett volna tovább lépni, mert akkor meg a Dirrel kellett volna boxolnom az éremért, ha jól emlékszem. Tehát annyira erős ágon voltam, hogy ott egy éremszerzés az felért volna a csodával. Viszont azért ennek az olimpiának volt még egy másik magyar szempontból kevésbé vigasztaló vagy kevésbé szép története, és ezt is megélted. Ugye az athéni olimpia úgy vonult be a magyar sport történetébe, hogy sikeres, de ugyanakkor botrányos olimpia, hiszen a dopping esetek. Neked mennyire zavarta meg az ottani életedet, hiszen azért az egész olimpiai család hangulatára rányomta a bélyegét az ott történt dopping eseteknek a hírértéke, meg egyáltalán a hatása? Annyira engem nem foglalkoztatott, teljesen biztos voltam magamban, hogy ha akarják, én egész 2 héten keresztül ilyen kémcsövevel pisilek, ha kell. Úgyhogy engem az annyira nem zavart meg igazán. Mikor úgymond mi leszerepeltünk, vagy mi már kiestünk, utána 1-2 volt azt hiszem akkor, amikor még mi boxoltunk, és utána indult el a lavin, és akkor szépen dőlt be ott sajnos mindenki. És akkor mi már leversenyeztünk, amikor a nagy botrány elindult, úgyhogy az már minket nem, vagy engem már nem zavart. Szepesi Niki könyvet írt. Egyikünk sincs benne a könyvbe. Tehát nem is erről akarlak faggatni, de azt is tudom, hogy azért neked volt olyan időszaka az olimpiának, amikor már kiestél, de ott maradtál. Tényleg valóban ilyen nagy buli egyébként az olimpia? Én jó pár olimpián vettem részt, sokszor voltam a faluban, és nekem nem tűnt ekkora bulinak, mint amiről mondjuk Niki beszámolt, vagy amit mondjuk akár te is átélhettél. Bulik voltak, mondjuk nyilván Athén az a speciális volt, vagy nem tudom, Athénból vagy Sydneyben például nem volt, itt volt olyan ilyen zenés táncos hely, ahol úgymond ilyen diszkó volt, de ugye alkoholt nem lehet bevinni, nyilván azért csomóan csempésztek, de azért meg lehetett oldani. Az, hogy ami a Niki könyvében van, hogy ennyire durva volt, ezt én sem láttam, meg át sem éltem. Az, hogy mindenki jól érezte magát, ott el voltunk,
egy-két ilyen üvegbort azért persze talált az ember ott lent a pincébe, és akkor ott kiültünk, ott vívokkal, meg ott 20-an megittunk kb. 4 üvegbort, és akkor jó, hát azon sokat nem tudtunk vele mit kezdeni, de jól érszük magunkat, az mondjuk aztán aludtunk, úgyhogy olyan óriási, ami, én nem olvastam a könyvet, csak ez ugye minden internetes oldalon egy-két ilyen rész, elolvasható. Gyakorlatilag orgiát anyának írta igen. Amivel én sajnálatos módon nem találkoztam, mert hogy legalább ha más nem el tudnám itt érni megfelelő módon, de mivel nem láttam ilyet, ezért még ezt sem tudom. Ez nekem sem volt így. Nem. Viszont abban biztos vagyok, hogy sikerült kijutnod másoknak a versenyeire. Volt személyes szerencséd olimpiai bajnoki aranyérmet, magyar olimpiai bajnoki aranyérmet ünnepelni? Igen, sajnos utána azt vissza is vették. Én a diszkoszvetésen voltam akkor, kint. Akkor még ez hátra van, hogy egy maradandót is. A diszkoszvetésre, ugye a Kővágó Zoli nekem jó címborám. És akkor ugye egy aranyat meg egy bronzotot ünnepeltünk. Sőt, úgy kellett beszöknöm, mert nem arra napra szólt az atlétikai egyen, mint ahogy amikor ők dobtak. Tehát azért valamúton módon ezért csak magyarból a fazekast pici. Láttad. És akkor a fazekast már így van, meg a Kővágó Zoli ott dobott, és akkor egy arany meg egy bronznak ott ünnepeltünk, és akkor ott a Pas Krisztiánékkal ott örjöntünk. És utána hazamentünk, és akkor két nap múlva, vagy egy nap múlva ugye kiderült ott a botrány. Egy női vízilabda meccsin is voltam, ahol jól kikaptunk, úgyhogy én szerencsés nem voltam. Viszont akkor azon ugye ezüstérmes lett, nyilván utána neki is lettek problémái, úgyhogy mozgalmas. Ez egy mozgalmas, illetve még egy emlékezetes esemény. Viszont említetted, hogy tudtad, hogy életed utolsó amatőr mérkőzésére készülsz, pont egy kubaival vívtad egy óriási csatát, láthatott a közönség. Neked már eldőlt jó pár hónap előtt, hogy profi leszel. Neked mikor fogalmazódott meg ennek a vágya vagy a lehetősége, és hogy alakult ez? Hiszen azt a vonalat jártad végig, amit én elkezdtem, és aztán Erdei Zsolt folytatott, te voltál a harmadik ebben a sorban. Nyilván, amíg te nem kezdted el a profikövést, azért annyira engem nem foglalkoztatott. Én csak olimpiában gondolkodtam, én akkor még nagyon gyerek voltam. És ugye, hogy átléptél, akkor ugye Magyarország is megismerte ezt az egész világot, ugye jöttek a Klitschko gálák, ugye te boxoltál azon, meg a Mihály Cserszki, és akkor ennek az egész hangulata, és fú, ezért ez egy más közeg, milyen jó lehet ott, és akkor szépen Bocsás, elindult én egy-két év. Lesz, mi vonzott benne, a szakmai siker lehetősége, vagy a pénz? Más. Nem tudom, hogy egy picit egy más kategóriába lehet lépni. Nyilván azt hallottam, és akkor nyilván én is már abból értem, hogy az én ökölő stílusom a profiba az sokkal jobban érvényesül. Fordított alapállás, nagyütő, minden, igen, ami kell a kicsit nem annyira mozgékony, és akkor nekem az egy kicsit jobban feküdni. És akkor úgy gondoltam akkor, hogy na, én lehet, hogy ott még sikeresebb tudnék lenni. Két év telt el, ugye, ahogy te debütáltál, kimentem egy hétre, ugye ott edzettem köztetek, a Grigorián, aki később ugye az edzőm is lett, és akkor mindenki ott volt. Pont az a nem tudom milyen csoda hét volt, hogy mindenki ott volt, a két Klitschko. Kivéve én. Nem, te is ott voltál. Hát de én kórházba kerültem, nem emlékszem. Hát, azt emlékszem, meg igen, vették le. De néhány napot azért ott voltál, úgyhogy egy borzasztó hangulat volt az egész, de hát mondták, hogy én még nagyon gyerek vagyok ehhez, azért még egy évet, jó néhány évet töltsek el az amatőrök között, és ha már úgy alakul, hogy én érett vagyok, jó de vagyok, még mindig. De nem is edzettél, vagy nem is dolgoztál vele, vagy azért? Nem, ott volt a Fritz, meg akkor még a Torsten is ott edzősködött, akkor mi nem volt Berlinben. Mert hogyha minden igaz, édesapád és Fritz között 20-30-40 éves barátságban. De régebb óta ismerik egymást, így van, mint ahogy én születtem. Mint ahogy én. Tudod róla, Karcsi bácsi, hogy esetlegesen a Fritzhez kerülsz majd át? Illetve fordítva, Fritz összerakta a történetet, hogy ez a Balzsaj, ez az a Balzsaj? Én úgy érzem, hogy igen, mikor én már oda kikerültem, akkor már tudta, hogy én ki vagyok. Hát nyilván gyerekként én találkoztam vele, de hát akkor én még pici voltam, akkor még bőven kajakoztam. Úgyhogy apu meg pontosan tudta, hogy kihez kerülök, és nagyon szerette is volna, hogyha a Fritzhez viszont kerülök. Gyerekkorodtól kezdve nem csak az edződ volt és édesapád volt Karcsi bácsi, hanem egy családról beszélhettünk, mindig együtt költöztetek, együtt mentetek, nem volt távolság. És most itt hirtelen lett 1400 kilométer az apa, az edző és a versenyző között. Ezt hogyan észre? Tétek meg, mit szólt ez Karcsi bácsi, hogy jó, oké, profi leszel, de el kell menned, más lesz az edződ. Ilyen még nem volt. Hát, hogy ő hogy érte meg, azt nem tudom. Nekem azért nehezebb volt, mert néhány hét után azért jött a nagyon kemény honvágy, azért hiányzott a család. Nyilván iszonyú jó város Hamburg, meg gyönyörű, meg imádtam, meg mindig hiányzik is. De azért ennyit, meg ilyen távol nem voltam a családtól. De voltam távol a családtól, vagy apuval, vagy anélkül, de tudtam, hogy az időszakos. Most két hét edzőtábor, vagy három hét verseny, vagy bármi. Utána megyek haza, és akkor minden megy tovább. De tudtam, hogy akkor itt évekért leszek most kint. Jó néhány havonta azért hazamegyek a meglátogatni, de most kezdődik a
nagybetűs élet, és akkor én most akkor felnőtt leszek. Nyilván akkor néhány hét után a barátnőm kijött, a Tücsi később ugye elvettem feleségül, tehát akkor nem voltam már egyedül, de azért még úgy ketten együtt is egy picit olyan nehéz volt az eleje, amíg megszoktuk a környezetet, megszoktuk ezt az egész hajtást, mert ez elég stresszes és megterhelő egy profi edzés, egy 10-10, vagy illetve egy hetes edzés, amiben 10 edzés van. De ahogy elkezdtük a nyelvet egy picit tanulni, ahogy teltek, múltak a meccsek, azért egyre jobban belerázottunk, és a végén már nagyon-nagyon-nagyon szerettünk ott lenni. Karcsi, akkor életed sportszakmai szempontból mindenféleképpen legsikeresebb időszakára, profi évekre térjünk majd vissza a szünet után, hamarosan folytatjuk.